Kutya otthonhagyása vagy magunkkal vitele. Én azt mondom, hogy a kutyát nagyon jó dolog magunkkal vinni, hiszen a legtöbb ember gondolom azért tart társkutyát, mert szereti a kutyának a társaságát. És a legtöbb kutya rendkívül szeret a gazdával elmenni mindenhova. Ugyanakkor nekünk embereknek figyelembe kell azt venni, hogy vajon ahova menni akarunk, ott mennyire praktikus egy kutyával lenni. Tehát például a kollégáink, családtagjaink, kirándulótársaink, ahova éppen visszük a kutyát, örülnek-e annak, hogy ott van egy kutya velünk. Mert hogyha tudjuk azt, hogy ebből általában kellemetlen szituációk lehetnek, akkor meg kell fontolni azt, hogy időnként nem visszük magunkkal a kutyát. Illetve azt is meg kell fontolni, hogy ahova megyünk, ez jó-e a kutyának? Igazából élvezete egy kutyának? Tehát amikor én mondjuk elmegyek a sörfesztiválra, vagy egy kirakodó vásárba a kutyával, ahol tulajdonképpen a kutya egy olyan környezetben van, hogy 1000 ember tolong körülötte, és állandóan a rálépés fenyegeti, lögdösödés, stb. És a kutyának tulajdonképpen semmi érdekes nincs ott, csak az, hogy pórázon, szépen kell viselkedni, esetleg szájkosárba egy nagy tömegben lenni, nem feltétlenül a legjobb szituáció egy kutyának. De különben én azt mondom, hogy a kutya magunkkal vitele, ez egy nagyon jó dolog. A másik viszont az, hogy a kutyának elsősorban azt kell megtanítanunk, hogy nem mindig visszük magunkkal, és ha nem visszük, akkor nem szabad otthon cirkuszolni. Tehát ugye sokan azért viszik magukkal mindenhova a kutyát, mert a kutya nem bír egyedül maradni otthon. Ez egy nagyon súlyos probléma, és ezen dolgozni kell, hogy a kutya képes legyen egyedül maradni valahol, vagy elválni tőlünk, mert különben egy olyan, hogy mondjam, rabszolgaságba kerülünk, hogy nem tudunk a kutyánk nélkül mozdulni, és ez nem egy kellemes állapot.